Évente 160 trillió dollárt veszítenek a világ országai amiatt, hogy a nők jóval kevesebbet keresnek, mint a férfiak, állítja a Világbank. A vállalkozó szellemű lányok és asszonyok felkarolása hozzájárulna a fizetések közötti szakadék betemetéséhez. A Lisszaboni Kulturális Központ 2014-ben nyílt meg, akkor, amikor Portugália már kezdett kilábalni a válságból. Vezetője részt vett a Mediterrán Unió által rendezett Lisszaboni konferencián, ahol a nők helyzetéről volt szó. Nem vesztettem el az állásomat, mondja, és közben a portugál gazdaság lassan magához tért. Fordulópontot jelentett, amikor a Lisszaboni önkormányzat úgy döntött, létrehoz egy osztályt a vállalkozások támogatására. Az a legfontosabb, hogy a feladatainkra koncentráljunk, és ne fordítsunk figyelmet a férfi környezet megjegyzéseire. Bár meg kell mondanom, hogy sok férfi támogatta a karrieremet. Dentro desse ambiente masculino, a verdade é que houve muitos homens muito importantes na minha carreira. A portugál fővárosban rendezett tanácskozáson 43 európai, közel-keleti és észak-afrikai ország küldöttei vettek részt. Egy évvel a nemek közötti egyenlőtlenségek felszámolását célul tűző kairói nyilatkozat elfogadása után a Mediterrán Unió országai sorra veszik a feladataikat. A tanácskozás egyik fontos napirendi pontja a nők elleni szexuális erőszak. A MeToo mozgalom és az idei Nobel-békedíjasok ráirányították a figyelmet erre a témára. A jordániai Lina Khalife, aki több érmet szerzett harcművészetekben, 2012-ben alapította meg Harcos nevű stúdióját. Azóta 15 ezer nő ismerkedett meg nála az önvédelmi sportokkal, és a vállalkozása folyamatosan bővül. Meg kell találnod az egyensúlyt a test, a lélek és a szellem között, hangsúlyozza a profi sportoló. Tudnod kell, hogyan tedd magad boldoggá, anélkül, hogy másra kelljen támaszkodnod. Tisztában kell lenned azzal, hogy elég erős vagy, és nincs szükséged rá, hogy mások mutassanák rá a gyengeségeidre és önbizalmat hiányára. A lisszaboni tanácskozás résztvevői úgy döntöttek, pontos adatokat fognak gyűjteni arról, hogy országaikban hogyan sikerült elérni a kitűzött célokat. A Mediterrán Unió főtitkár helyettese példát is mond. Ha a munkaerőpiacon ugyanannyi nő dolgozna, mint férfi, akkor a mediterrán régió bruttó nemzeti terméke 25%-kal nőne. El lehet képzelni, hogy ez mennyi pénz lenne, és milyen jelentős előrelépés a lakosság számára. Arról nem is beszélve, hogy a társadalom sokkal igazságosabbá, befogadóbbá és nyitottabbá válna.